Gyergyó alfaluban, Istvánpap falujában vagyunk. A templom előtti zászló tartón egy üzenet van kőbe vésve. Ember, vésd szívedbe, hogy ez a föld mindig székely volt, és az is marad. A nagyapáink, ősapáink ezért a székely földért életüket adták, ha szükség volt. Ma tőlünk hivatalosan csak annyit kérdeznek, hogy székely vagy-e. Ha én ezt megtagadom, akkor nemhogy nem vagyok székely, de ember se vagyok. Időben többen fölkerestek, akik bizonyították, hogy én székely vagyok. És ha székely vagyok, hát minek mondhatnám, vallhatnám magamat. Itt Csíksomlyon, a székelységnek a szívében. Azt, hogy székely. Vald magad székelynek a népszámláláson. Valljuk magunkat székelynek. Kötelez minket nem csak a múlt, hanem a jövő is. Hiszen mind Romániában, mind az Európai Unióban szükség van arra, hogy felmutassuk, ma is létezik a székely nép, ma is létezik a székely közösség. A székely nép önrendelkezése, székelyföld autonómiája csak így vívható ki, ezzel a hivatkozással. Vald magad székelynek a népszámláláson. Fülönföld nem székelyföld, magára maradt, szinte árván. Legalábbis ezt mutatta a 2011-es népszámlálás, amikor a székelyföld lakóinak csupán 1665 szennyi vallotta magát székelynek. Megdöbbentően szomorú egy statisztikai adat. Ezen a szégyen statisztikán kell változtassunk most, 2022-ben tartandó népszámláláson, amikor adott lesz az a helyzet, hogy minden személy, aki székely gyökerekkel rendelkezik, ráadásul székelyföld születje, itt él székelyföldjön, vallja meg a valós nemzeti hovatartozását, ne engedjen a politikum befolyásának, inkább szívére hallgatva, gyermekeire, unokáira, a jövő székely generációk megmaradásait, vállalja fel és vallja magát a valóságnak megfelelően székely. Számunkra az idei népszámlálás törvényes keretet ad arra, hogy megvallhassuk nemzeti hovatartozásunkat. Aki székelynek érzi magát, bátran vallja magát székelynek. Én is így cselekszem. Felkérem vezető politikusainkat, hogy ezt a közösségi igényünket biztosítsák számunkra törvényes szinten. Hogy cselekedetünkkel ne gyengítsük, hanem erősítsük a magyar egységet. Szabadságot Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek. Székely vagy, vald magad székelynek a népszámláláskor is. Székely önrendelkezés nincsen székely nélkül. Az önrendelkezés sorsa elsősorban rajtunk múlik. Az első és egyik fontos lépés az, hogy valljuk magunkat székelynek. Székely őseink akár az életüket is áldozták azért, hogy mi ma itt legyünk, székelyként, Székelyföldön. Úgy érzem és úgy gondolom, hogy ennyivel tartozunk őseinknek, hogy ne tagadjuk meg székelységünk, attól még a magyar nemzet része vagyunk. Vald maga székelynek! Több mint ezer esztendeje itt vagyunk a Kárpát-medencében székelyként. A népszámláláson vald maga te is székelynek!
Beszéltem Miklóssal pár nappal ezelőtt, és megígértem, hogy elmondtam, igen, én székely vagyok. Eszes székely népem, ne hagyd, hogy félrevezessenek. Nem kell választanod magyarságod és székelységed között. A népszámlálási kérdőív lehetővé teszi, hogy a magyaron belül székely mi voltunkat is megjelölhessük. Itt a kötőszó nem a vagy, hanem az és. Magyarok vagyunk és székelyek. A csapból is folyó reklámfilm megalázó és megtévesztő. A székelység nem egyike az erdélyi néprajzi csoportoknak, tájegységeknek, városoknak vagy jellemvonásoknak, hanem több ezer éve őshonos, műveltségteremtő, rendtartó része a magyar nemzetnek. Védőbástya. Ezért akarják sokan lebontani. Mi magunk segítenénk nekik? Ha nem valljuk magunkat székelynek, ez a népszámlálás nem megszámol, hanem felszámol minket. Vald székelynek magad! A nagy székely, Körösi Csoma Sándor mindig odaírta a nevéhez, hogy székely magyar. Ha székely vagy, vald székelynek magad! Mi székelyek és magyarok, hunor és magor népei két testvérnépként élünk évezredek óta, közös történelmünk minden színterén, akár a Kárpát-medencében, Mezopotámiában, a Nílus völgyében, vagy éppen Etrúriában. Ám 100 éve, amióta a határok átszálltak a fejünk fölött, harcos, határőr székely népünk eredeti küldetésétől megfosztva keresi helyét és szerepét ebben a megváltozott világban. Most azonban eljött az ideje annak, hogy a magyar nemzet elválaszthatatlan részeként megvalljuk székely azonosságunkat, mert ezt kívánja tőlünk mind székely népünk, mind magyar nemzetünk érdeke ebben a végidők felé rohanó világban. Ezért, ha székely vagy, vald magad székelynek!